Fabian Fable, Szentből az angyal, 14. A csapágyasra hajtott Barrett a fürdőszobába támolygott, leszórt a ruháit, és hosszan időzött a meleg víz sugár alatt. Némileg el is szenderedett, ám mert a csempén lefelé csúsztában a csap tekerő gombjába kapaszkodott, igen gyorsan felébredt, saját kín ordítására. Kiugrott a fülkéből, ellegyezte a gőzgumolyt, végignézett magán, és letörten megállapította, úgy elszíneződött akár egy lábas fejű a levesben. Fürdőlepedőbe tekerte lüktető szervezetét, és nekivágott az emeletre vezető lépcsősornak. Félúton megállt, pihent egy percet. Ezúttal arra ébredt, hogy forog vele a világ, és szörnyű ütések pufognak a gerincén. Sharon Stone-ra gyanakodott, de hál' Istennek csak a lépcsőfokokkal apálták. Midőn valamelyest feltisztult elmével körbe pillantott, látnia kellett, hogy visszakerült a nappaliba. Megest feltápászkodott és felvonszolta magát az emeletre. Lábújhegyen az alvókamrába nyitott, az ágyhoz botorkált, és épp dőlni kezdett, amikor felfigyelt a kettős szuszogásra. Már nem állott módjában felegyenesedni, csupán korrigálni tudta becsapódása irányát. Leáltozott a hencser melletti szőnyegre, mint a újfent jégcsákánnyal csókoltatták volna végig a csigolyáit. Elharapta fájdalomsikolyát, feltérdelt, és féltékenységtől marcangoltan kitapogatta kiheverés szónya mellett. Legnagyobb megkönnyebbülésére nem egy másik pasas volt, igaz bánatára ő maga sem, hanem Pamela. Barrett elmormolt egy fohászt, az ajtóhoz kúszott, a kilincsbe kapaszkodva talpra állt, megkezdte ereszkedését a nappaliba. Mire leért, a végét járta. Utolsó erejével felmászott a kanapéra, betakarózott a fürdőlepedővel, összegömbölyödött és... Pár óra elteltével Zsötem eszmélkedni kezdett. Vére már nem érzett jégkásásnak, végtagjaiból kiengedett a fagymerevség, ám a tragikus zuhanáskor elszenvedett zúzódásai sajogtak és fájtak. És hát a haja, az áll, szörnyen hiányzott. Ha csak rágondolt, már is dilérgett a feje. De nem csupán a fázás miatt volt aggályos a paróka elvesztése. Ha netán történne vele valami, ha például megtámadna egy nőt, és később a személyleírást adna róla, és a fantomkép bejárná a médiákat, előfordulhatna ama kint kellemetlenség, hogy a titkárnője, ne adj Isten, az újraválasztásán fáradozó kampányfőnök állna elé a grafikával, szólván, na hát, szenátor úr, ez az alak akár az ön alteregója is lehetne. Rágondolni is írtóztató. Zsötem gyötrődött. Fel kéne adni a karácsonyi mulatság tervét. Azt már nem. Egész esztendőben kisfiú mód várja az ünnepet. Rengeteg energiát fektet abba, hogy teljesen átváltoztassa a küllemét. Próbál, gyakorol, ajzódik. Hát ez olyan lenne, mint egykor, midőn anyja azt mondta, fiacskám, idén nincs ajándék, mert csúnyán viselkedtél. Ekkora csalódást nem óhajt átélni még egyszer. Majd kitalál valamit. Ha eddig nem lepleződött le, akkor ezután sem fog. Elvégre kitűnő szervező és kreatív elme hírében áll. Pont ezt a problémát ne tudná megoldani. Ő, aki annyit tett a közbiztonságért, a leányanyákért. Aki viharos tetszést kiváltó tanulmányt írt a kelet-európai új demokráciák választópolgárainak zűrzavarba ejtő észjárásáról, melyen minden egyes választás alkalmával blöffmeneket, megalomániásokat, zsarnoki jancsi bohócokat, csatabuzikat és egyéb elmebajtani eseteket juttatnak hatalomra. Különben, ha netán mégis le és megbukna, azon az égövön menő politikus lehetne az ő adottságaival. Csak hogy számára nem perspektíva a totális káosz, ami arra felé készülget, éppenséggel a notóriusan mellé választó polgárok tevékeny közreműködésével. Ha ott derülne fény különös kertelésére, nem ejtele folytat a karrierjén, mert arra felé abszolút nem az számít, mit tesz az ember, csak is az, amit mond. Ígér neki kánát, és két kézzel kapnak utánad, holott egy otti író már rég megmondta, szarból nem fonhatsz ostort. Hódolat Brahumil Habrabának. Itt marad. Ott nem számít, ha szalonképtelenül él, itt viszont nem kell a kitudódásig fajulniuk a dolgoknak. Csupán néhány telefonhívásba kerül, elég emlékeztetni némelyik politikus kollégát, egyik-másik sajtóatyát a saját dolgára, mely elviselős, és mindjárt elmarad a kekeckedés. Ezért nem árt, ha az ember napra kész a többiek gyengeiből, mint például ilyen-olyan fetisizmus, különféle filiák és más kujoncságok. Na hát. De csak nem fog politikán és diplomácián rágódni még karácsonykor is,
pláne egy idegen kanapé alatt, az ő doktorátusával, családfáján grófi felmenővel Transzilvániából. Zsötem gyomra kordulását hallván beszintette a magas szintű szellemi tevékenységet, inkább arra koncentrált, miként juthatna étekhez. A háziak mélyen alszanak, nyugodtan benézhetne a frigiderbe, akár zuhanyozhatna és borosztálkozhatna is. Utóbbit hamar elvetette, hiszen a zsendülő borosta álcáz és eltakar. Erre jutott eszébe, nem létezik, hogy ekkora háztartásban nem hányódik valahol egy paróka. Tutira hányódik, és minden bizonnyal a fürdőszobában keresendő. Oké, tehát először is eszik és tisztul. Azután pedig haladéktalanul nő után néz, mielőtt még rátörnének az átkozott elvonási tünetek. Remegés, nyáladzás, ájulás. Mellesleg senki sem vádolhatja azzal, hogy nem próbált kigyógyulni a bajából. Összesen 423 órát töltött, különféle pszichiáterek kerebetein, gyermekkorát felidézgetvén. Befalt vagy 20 marék nyugtatót, lankasztót, csökkentőt, ellentesztoszteront, rövid ideig női hormonokat is fogyasztott. Ám amikor egy rutin vizeletvizsgálat alkalmával a laboros orvos félénken gratulált a terhességéhez, abba hagyta a szedést. Ami a mellék mániácskáját illeti, azt is megpróbálta kikúrálni, bárcsak házilag. A saját vérét szívogatta, kullancsra, szúnyogra vadászott, besúrant egy kórterembe, és kilopta a transzfúziót egy süppet vénából. Egyik pótszerben sem talált élvezetet. Zsötem kikúszott a kanapé alól. Körülpillantott a karácsonyfa színpompás fényében. Egyszerre csak olyat látott, amin őt látni sem bírt, majdnem felsikoltott, és íziben visszakotródott rejtek helyére. A homokos báty a színen, sőt a feje fölött, porcelánszín törölközőben, és semmi, semmi másban. Immár kétség sem férhet a fickó perverz voltára. Ha normális volna, valamelyik házbéli nőn feküdne, és nem ő fölötte. Segítség, gondolkozta lázasan, most mit évő legyek? És rádöbbent, le kell tennie az ünnepről, ha kedves a karrierje. Már csak az hiányzik, hogy az abberát felébredjen, és szörnyen meghágja őt. Arra a skandalomra összerohanna az egész kertváros, szomszédok, hókaparó munkások, rendőrök, riporterek. Elinnen, míg nem késő. Nyugi, most szépen kimászik, elsúrran. Aztán majd jövő karácsonyig kénytelen lesz beírni az unalmasan szokványos ismerkedésekkel. Parkban, kapuajban, liftben, telefonfülkében, megszeretgetett, kóstolgatott nőcskékkel. Hát jó, ilyenkor szerencsére korán sötétedik, már 4 órakor portjára indulhat. Felölti szokott jelmezét, álszőrzeteit, zsebrevágja az elektromos sokkolót, mert ő elvből nem üt meg nőt, és elintéz 8-10 menetet. Holott ez lett volna az igazi, 3 napig tökéletes zavartalanságban egyetlen bulával kandalló tűz mellett. És milyen jó sikerült a sminkje, talán még a sokkert sem kellett volna használnia. Ez a locsogó buzi, meg az a rusnya macska tehet minden bajáról. Majd gondja lesz rájuk, ha addig él is, törvényt hozat a homokosok kényszergyógykezeltetéséről, és betiltatja a macskatartást. Zsötem kifele indult a kanapé alól. Megszólalt a csengő. A kujanc pánikszerűen visszafarult a kanapé alá. Barrett automatikusan felült, mielőtt még felébredt volna. Még akkor sem volt ébren, midőn felpattant a szemhéja, és eligazította magán a fürdőlepedőt. Újra megkondult a lélekharang. Nem, nyögte Grant félálomban. De a csengő visszafeleselt. Hány óra van? Motyogta a végkimerült. Van egyáltalán időmérés ilyenkor? Hajnalok hajnalán? Hát én visszafekszem. És lőn. Barrett végigomlott a kereveten, lehúnyt a szemét, és várta, hogy valaki majd ajtót nyit. Senki sem mozdult. Csupán a csengő kondult meg ismét. Megölöm, suttogta a pasas. Megragadta a kanapét borítós, kótkockás gyapjú takaró szélét, hogy a fülébe tömje, hangszigetelőül. Zsötem pánikolt. Ha ez a homok elviszi a retek helyét elfüggönyöző leplet, neki vége. Visszarántotta a takarót a kerevet elé. Hógolyó puffant a nappali ablakán, egyik a másik után. Döngött, zörgött az üvegtábla. Grant újra lenyúlt, hogy mégiscsak a halló szervébe tömeszelje a pokróc csücsöt. Zsötem nem adta fel, foggal körömmel csimpaszkodott belé. A minősítetlen illető taktikát változtatott odakint, ököllel verte az ajtót, azután megrugdosta. Barrett felült, ekkora már félig felébredt. Valaki jött, sóhajtotta. A jövevény homokzsáknak használta a bejárati ajtót. Na megállj, sziszegte a pasas vérszomjasan. Boxolni akarsz? Felállt és belelépett a papucsába, ám nem volt papucsa. Lepillantott.
Jobb lábán hóvirágmintás kartondobozt, bal alsó végtagján gördeszkát viselt. Összekapta magának a törölközőt, és útnak indult. Egyszerre csak arra lett figyelmes, hogy az egyik lába fürgébb, mint a másik. Mire ezt felfogta, lespárgázott. A minősítetlen látogató tovább püfölte az ajtót, értésére adván nem áll el látogatási szándékától. Barrett attól tartott, szétszakadt. Kézzel szedte össze és húzta előre szerte kújtorgott alsó végtagjait. Félrelökte az alamoszi gördeszkát, feltápászkodott és folytatta menetelését a külvilág felé. Jobb lábán minden lépésnél klaffant egyet a papunde klimamusz. Végre az ajtóhoz ért, mely néhol kissé bedomborodott az ütlegektől. Már majdnem ébren volt. Nem nyúlt a kilincsért, megköszörülte a torkát. Az ajtóverés szorványossá vált. Grant tovább esztergálta a gombócot a torkában, közben felébredt. A jövevény felhagyott a püföléssel. A járványügyisektől jött? Kérdezte a tökéber Barrett. Mit mond? Üvöltött túról egy fiatalos férfiam. Csak a járványügyisek léphetnek be. Akkor tőlük jöttem. Értse meg, ember, itt karantén van. Álomkor, sárgaláz, herpesz, köszpény, tífusz, meg amit akar. Húzol innen, míg nem köp vért. Zsötem szeme erősen kidüllett. Hisztérikusan a kabátjába kotort, zsebkendőt rántott elő a sokker mellől, és szorosan az órára tapasztotta, nehogy további miasmákat lélegezzen be. Az árnyék bokszoló nem tágított. Nyisson ajtót, fegyver van nálam! Most azt hiszi, meggyőző volt, hetvenkedett Barrett, mindazonáltal félre csoszogott az ajtó elől, és a falhoz támasztotta a hátát. Ki a rosszabb maga? Firtatta a látogató. Miért? Maga talán kicsoda. Mit mond? Menjen a pokolba, és jöjjön vissza akkor, ha megkezdődik a mai időszámítás. 8 óra elmúlt. Ki kérdezte a pontos időt? Dühöngött Grant. Engedjen be, különben szétlövöm az árat, szívózott a jövenc. Rambókám, húzzon el Kambodzsába, és dél előtt vissza se jöjjön. Nyissa ki, üvöltötte egy női hang a háta mögül. Zordon artikulációjából és magas frekvenciájából ítélve ma belé. Nyitom, sóhajtotta a megtört Grant. Zilátságában is jóképű 40-es pacák álltak küszöbön. Rendes körülmények között minden bizonnyal magától hátra simuló angyalszőke haja a homlokába lógott, kék szeme is kaliberekkel nagyobb volt az átlagosnál, a levegőt is rendszertelenül szedte. Jó hajnalt, üdvözölte Barrett. Maga Jeremy, ha jól sejtem. Bingo, morogta a fickó. Lesújtó pillantással végigmérte a fürdőlepedőbe csavart poroszlót. Hát ő, szenátor az antik Rómából? A durva célzás hallatán a szenátor a kanapé alól összekeverte a be- és kilégzést. Ezen apró tévedés folytán muszáj lett volna köhécselnie, de legalább kissé újra köszörülni a torkát. Nem tehette. Diszkrét fuldoklásba fogott. Mabel dúlt gázló madárként igyekezett az ajtó felé, hogy megszabadítsa vejét az elvetemült Barrettől. Talán sietségét fokozandó, tán csak siettében, teljes lendületből a gördeszkára lépett, végre is az ő játszószere volt, a lányától kapta, karácsonyra. Grand kővédermet. Mabel lobogós karlátpettyes pongyolában veszettő sikítozva tépett felé a deszkán. Attraktív látvány volt. Ugyanakkor a pasasnak sejtése támadt afelől, hogy meg kellene fékeznie a dévaj hölgyet, még mielőtt az falat érne, csak hogy nem volt szabad keze, ugyanis nem engedhette el a tógáját, mert ha elengedi, az ütközésnél is súlyosabb katasztrófa történik. Mabel hanyag mérlegállásban, ám élénken hadonászva kiszágódott a nappaliból, bevette a kanyart, és az előszoba ajtó felé robogott tovább. Jött el láttán Jeremy, elhaló hangon rebegte. Csókolom, anyuka. A következő pillanatban valóra válthatta ígéretét, mivel anyósa frontálisan ütközött vele, majd magával sodort a szeretett vejét, lépcsőn bokron át, röptük végén mélyen a hóba fúrottak. Barrett sajnálkozva bámult utánuk. Tógában, pláne félmezít láb továbbra sem volt abban a helyzetben, hogy a segítségükre siessen. Annak idején ugyan mindenfélére kiképezték, ám a Bernát hegyivé képzése speciál elmaradt. Édesanyjuk hívó hangja hallatán a szinkellányok lélekszakadva elősereg lettek a szobájukból, és megálltak a helyzethez illőn, komor, Grand mellett, kilestek az előkertbe, és látták, hogy ott valami borz köpüli a havat, de túl álmosak voltak a zoológiai érdeklődéshez. Történt valami? Kérdezte Tonya, fázosan összehúzva magán a pipisárga köntöst. Anyám szirénázott? Firtatta Jáspis, óriásit ásítva. Éppenséggel történt, felelte Barrett.
Alig, hogy letettem a fejemet, arra ébredtem, hogy új versenyző érkezett. Mabel gördeszkára kapva sietett a fogadására. Ott vannak. Mutatott ki az elevenen pezsgő hóbuckára. Papa és mama, sóhajtotta megrendülten az idős leány. Vő és anyós, hangzott a válasz. Jáspis felsikoltott. Grand eltökélte, hogy sürgősen vattát szerez, vagy forró olmot akár, hallójáratait dugaszolandó. Csapágyos állapotaiban mindig is szörnyen zajérzékeny volt. A férjem, vinyogta Jáspis. Tonya is kinyilvánította érzelmeit. Az anyám, jajdult. Lefekszem, suttogta Barrett. Visszaklaffogott a kanapéhoz, már dörtében elnyomta álma. Arra ébredt, hogy rázzák a vállát. Csukott szemmel hessegető mozdulatot tett. Hé, hey, Barrett! Üvöltötte fülébe Mabel. Minek tekerte fel a szőnyeget? A szólított ásítva felült, és hüvelykújját a szájába kapva aludt még egy percet. Megsüketült? Érdeklődött a nagyi. Mindjárt, biztosította Grant. Mi ez a kupleráj? Firtatta az ajtóból ismert férfi hang. Még hogy kupleráj, kórház, ébredt fel a kérdezett. Itt még aludni sem lehet. Kikérem magamnak ezt a vulgáris hangnemet, kiáltotta Mabel. Barrett félszemmel felnézett Tonyére. Van vattája? Kozmetikai. Hozzon egy marékkal. Oké. Okay. A lány a fürdőszobába sietett, és ehhez egyetlen turista jelzést sem vett igénybe. Hóáztatta hozzátartozói, az italos kocsi körül tülekedtek. Égyomóra. A gyötrött Ron megsejtette, hogy komolyabb mérkőzésre készülnek. Alig várta a mentővattát. Tonya hamar visszatért, tenyerén, színes korongokkal, értetlen nézéssel. A pasas hálás mosolyt csillantott rá, eltorlaszolt a fülét, pát intett és visszadőlt a kerevetre. Megint megrázták a vállát. Nem, motyogta. Mabel begörbített mutatóujjával kikanalazta hallószerméből a dugaszt, és megismételte kérdését. Minek szedte fel a szőnyeget? Grant felült, elsimította a leplét, sóhajtott, és azt mondta. Egy bögre kávé ellenében elmesélem. Jó, bólintott Tonya a konyha felé indulva. Azután japán masszást is kérek, és senki sem ordíthat 200 decibelnél nagyobb hangerővel. Ki ez az alak? Hördült Jeremy. Valami pasa? Maga meg az a fickó lehet, aki minden hülye quizt végignéz a tévében, és folyton betelefonál a helyes válasszal, dörmegte Barrett. Tonya megszólalt a kávéfőző mellett. Jeremy, ő a barátom. Barrettnek hívják. Mabel epésen felkacagott. A barátja, valami kölcsönzőből küldték a pasast. Én is kedvelem, közölte Jáspis. Igazán, nyehegte a férje. Miatta nem vagyunk a Bahamákon? Nem, egyetlenem, a Bahamákat kizáró ok te magad vagy. Muszáj egy idegen előtt így beszélned velem? Nem idegen, egy fedél alatt töltöttük a napot és az éjt. Vilelte a szőnyeget, veszőparipázott Mabel. Feltekertem, ismerte Ergrant. De talán azért, hogy én a nyakamat szegjem? Azért, mert felpuposodott. A szőnyeg? Az, Mabel, a szőnyeg, két helyen is. Igaz, Tonya? Igaz, tényleg. Aztán miért puposodott fel? Érdeklődött csuportartásban a nagyi. Feljött a parketta. Mitől jött fel? Gondolom az egyenlőtlen levegő eloszlástól, magyarázta Barrett. Ahová több levegő került, ott felnyomódott. Felspúlniztam a szőnyeget, megjavítottam a parkettát, azután lefeküdtem aludni. Nem számítottam rá, hogy hajnali 8:30-kor gördeszkázni kezd Mabel, és most mit szólnának ahhoz, ha kialudnám magam? Kész a kávé, jelentette Tonya. Reggelés lesz, nyafogott Mabel. Ki tud enni ilyen állapotban, jajdú Jeremy. Teljesen szétázott az él a nadrágomon. Grant összecsapta a kezét. Az él? A nadrágján? Na hát, csak nem. Azért vert fel hajnalhasadáskor, hogy ezt hírül hozza. A családomért jöttem, mondta drámai hangsúlya Jeremy. Egyáltalán nem is kellett volna ide zsuppolnod őket, mutatott rá Jáspis. Te is a családom része vagy, hazaviszlek. Mi az, hogy viszel? Bőrönnek nézel? A feleségem vagy, gyermekeim anyja, életem párja. Egyik-másik állításoddal vitába fogok szállni, de nem most. Most megkávézom Barrettel. Jáspis a roskadt pasas mellé ült, kihúzta maga alól a törölköző sarkát, visszaszolgáltatta jogos tulajdonosának, majd leemelt egy csészét az asztalra tett tálcáról, és azon keserűen kortyogatni kezdte a kávét. Lágy tojást kérek, édesem, mondta Mabel a kisebbik lányának. Tartasz itthon tojást? El tudod készíteni? Hány percig kell főzni a lágy tojást? Kérdezte Tonya. 2, 3, mélázott a nagyi. 4, töprengett Jáspis.
Szerintem annál sokkal tovább kell főzni, vélekedett Jeremy, hogy a szalmonella baktériumok elpusztuljanak benne, legalább 25-30 percig, ha még nem tovább. Grand a szívéhez kapott, tonnyira nézett. Hogy szokott lágy tojást főzni? Sehogy. És maga? Kérdezte Jáspist. Úgy, hogy szólok a lánynak. Fanni kedves, lágy tojást kérünk. Szintén, nyilatkozta előkelően Mabel. Hát maga fiatalember? Ó, nekem az utóbbi időben remek szakácsom volt. Megengedhette magának? Meg. Örömmel hallom. Gondoltam, Mabel. Más újság? Jáspis a bal kebléhez csapta a tenyerét. Hol van Pamela? Úgy rémlik, nem volt az ágyban, amikor felriadtam anya halálsikolyaira. Jeremy és a felesége szívéhez kapott. Most jut eszedbe, hogy nincs meg a gyerek? Ordította. Grant visszaköltöztette a vattakupacot a hallószervébe. Elvigyorodott. A külvilág tompán mormolóvá távolodott. Szerintem már nem is él, jaj, veszékelt a nagyi. Az elszigetelődött pasashoz lépett, és miként a sas lecsap, körmehegyével kilopta füléből a hangtorlaszt. A kis tetemet csavarta a szőnyegbe, igaz, Barrett? Elment az eszed, anya, méltatlankodott Tonya. Pamela most is az ágyamban alszik. Hogy került oda? Kérdezte Jáspis. Egy kis kerülővel, közölte Grant. Előbb még idelent is alva járt egy kicsit. Mit csinált? Hördült a família kánonban. A kérdezett felállt, a köldöke fölött óriási bogot kötött a törölközőre, hogy mozgásképesebb legyen, majd leújta a szemét, és bolyongani kezdett a nappaliban, fels, alá, hátratett két kezével azt jelképezte, hogy a maciát és a rongyát vonszolja. Nem értékelték színi művészetét. Mabel utána eredt, a másik fülét is átjárhatóvá tette, azután belekiáltott. Miért nem öltözik fel? Mert alva járok. Pamela alvajáró? Hörrent Jáspis. A maga gyereke, mutatott rá Barrett, nekem elieti. De miért? Talán nem eléggé kiegyensúlyozott, vélekedett Tonya. Az a fixa ideát, hogy az én lányom lelkibeteg. Szoktak alvajárni harmonikus lelkületű gyerekek? Foszírozta a lány. Huzamosan fotel, szőnyeg, kanapé alatt csövezni? Kitartóan sikoltozni? Én nem tudom, még nem volt gyerekem, se ilyen, se olyan. Ilyenkor biztosan van ügyelet a lelki klinikán. Hajaj, épp karácsonykor ne volna. Oda telefonálok, igénybe veszek egy gyermekpszichológust, és megtudakoljuk. Te csak ne küldöd világgá, hogy hibbant a gyerekem, tiltakozott Jeremy. Hé, nem a tévéhíradót akartam hívni. Különben sem hibbant az, aki... De igen, hibbant, kiabált Jeremy. Barrett megpillantott egy alig használt papír zsebkendőt az asztalon. Érte nyúlt, és eltömdöste legkényesebb érzékszervét. Senki sem törődött vele, mert Jáspis a leánya védelmére kelt. Meg kell őrülni, nyögte Tonya a céklaszín fejjel vitázó házaspárt szemlélve. Te fogd be, te már rég őrült vagy, hüvöltötte a sógora. Végig fertőzted az egész családot. Kérlek, Jeremy, ne viselkedj ilyen proliul, mondta Mabel ezúttal vészterhes halkan. Csalódni fogok benned, sőt, már is csalódtam. Mit mondott anyuka? Hörrent a férfi. Arcszíne átmenet nélkül váltott padlizsán lilára. Az egész életemet átgürcöltem értük, a jólétükért, és most, amikor veszélyeztetett korba léptem, amikor olyan kockázati tényezők kerülgetnek, mint az embólia és infarktus, ahelyett, hogy kímélnének, dédelgetnének, így bánnak velem. Slicgomba se vesznek, leproliznak. Tudja maga, anyuka, mennyi pénz ment veszendőbe az elmaradt úttal? Csodálat, ha lepróliznak, csattant fel Jáspis. Miféle beteges ajándékkal leptél meg karácsonyra? Jeremy visszafehéredett, zsebre vágta a kezét, és elvigyorodott. Édesem, csupán figyelmeztetni akartalak. Mire? Arra, hogy ideje kihívnom hozzád a szexológust? Arra, hogy én tartalak el, és nem engedheted meg magadnak minden a szeszélyeket, amikkel az utóbbi időben bosszantasz. Fejfájás, derékfájás, hasfájás, mi egymás? Úgy értsem, arra akartál figyelmeztetni, hogy nyugodtan tekintsem magam kitartott nőnek, a tiédnek, a teringyódnak? Úgy értsd, hogy akár ezt is gondolhatnám. Ébreszt fel a gyerekeket, és menjünk haza, felfordul a gyomrom ettől a pasastól. Tőlem? Kérdezte Barrett, mert persze hallott ő, csak boldogító halkan. Naha, magától. Szétrőgöm a koponyamarataimat, miután ellestem, miként kell a szépet tenni egy nőnek. Volna még mit tanulni a más műfajban is, vetette oda Jeremy. Jáspis megemésztette férje közlését. A karácsonyfához lépett, két ujjal leemelt róla egy habcsók szívet, majd szétnyomta hitvese angyal szőke fején. Takarodj, suttogta. Gyerekek, ne egyétek olyan forró nakását, lépett közben a nagyi. Most mindketten kicsit idegesek vagytok, és a harag rossz tanácsadó. Anya, még egy banál, és letépem a hálóingemet,
sikított tojáspis. Nem kicsit idegesek, állapította meg Tonya néhány frissen mosott tyúk tojással a kezében. Jeremy a hamutartó fölött tisztogatta meg a lázott fürtjeit, oly undorral fogdosta össze a habcsók morzsákat, mint a lapos tetvekre vadászna. Arcszínével különösen érett karalábéra emlékeztetett. Ekkor csöngettek. Hanna, töprengett Tonya. Walter, rebegte Mabel. Barrett, mondta Jáspis, nyisson ajtót! Hanna izgatottan becsörtetett. Hón alatt hozta a kertben lelt gördeszkát, jobb kézzel az ajtóban elragadott Grandot vonszolta maga után, mégpedig a törölközőjére kötött bognál fogva. Amint a nappali közepére értek, Metahari megtorpant, szembefordult a leplét oltalmazó pasassal, és az arcába bámult. Közvetlen közelről szemlélte vonásait. Barrettnek úgy rémlett, mint a szimatolgatná is. Azután a nő a hajához kapott, belemarkolt és megpróbálta leemelni a fejéről. A sikertelenség láttán felengedett kissé, lehajította a gördeszkát, előszedte az ingát, és azzal is megvizsgálta alanyát. Jó reggelt, Hanna, mondta Grant, amikor a nő a köldökéhez ért. Szép napunk lesz ma. A társaság többi tagja megkövülten figyelt. Zsötem homlokráncóval esett kirejtekéből. Oké, Barrett, szólt Metahari a szemle végeztével. Sejtettem, hogy maga, de biztos akartam lenni benne. Nos hát, én vagyok, ismerte el a bevizsgált. Most már megengedi, hogy felöltözzek? Tudom ám, hogy szemre való az alakom. Ha akarja, később még felcsillantom, de egyre jobban tartok firhangom vesztétől, így hát bocs egy percre. Grant a fürdőszoba felé indult, a nő oda se nézve utána kapott. Szinte világított az izgalomtól. Szóval nem néztetek tévét, Tonya? 10 perce sincs, hogy a hírcsatornán bemutatták a palit, aki tavaly karácsonykor kikészítette azt a nőt. Melyiket? Kérdezte értetlenül a lány. Barrettet ugyan érdekelte Hanna közlendője, ám ez nem tartotta vissza attól, hogy lefejtegesse az önkívületben lévő nő ujjait leple csomójáról. Mihez szabadult, hátrébb lépett. Te említetted, hogy tavaly egy aberáltat közvetítettek ki a társküldőtől. Igen, de ha bemutatták, miért firtatott Barrettet? A következő történt, hadarta Metahari. Az áldozat idén inkább a családját gyűjtötte maga köré. Az egyik unokahúga színes szeruzákat kapott, és mert rajzfenoména leányzó, neki állt kifesteni a háznál fellelhető magazinokat. Az egyik fotón szereplő pasasnak szőke, lófarkas frizurát, bozontos szőke szemöldököt, kék szemet pingált, átformázta a száját, és amikor megmutatta művét a nénikéjének, az lepadlózott, mert a támadóját látta maga előtt. Amikor valamelyest észhez tért, kérte a gyereket, hogy más pasasokat is alakítson át íjképpen, de csak ez az első hatott rá elsöprő erővel. Zsötem összehúzta magát a kanapé alatt. Igen, rebegte Tonya, úgy festett, nem igazán érti a történetet. Nos, a felvétel Pierre Piazzát ábrázolja. Ki a fenét? Kérdezte a lány. A név hallatán Jeremy haptákba vágta magát. Piazza szenátort? Nyögte. Az érintett félájultan hevert az ugában. Ha-ha, mondta Barrett, fogadni mernék, hogy a zsaruk vonakodtak hinni a nőnek. Aztán mégsem lelték otthon a szenátort, és jelenleg senki ember fia nem tudja, hol leledzik a pacák. Mégis nézte a tévét, örvendezett Hanna. Grant legyintett. Kikövetkeztettem. Gondolom, ahhoz, hogy mindez a hírműsorba kerüljön, immár az alapos gyanúnál is többre jutott a rendőrség. Találtak valamit a házkutatásnál? Kinyitották a széfet Piazza lakásán. Előkerült egy fotóalbum, teli-steli az általa megtámadott nők fotóival. Leltek egy fekete lódenkabátot, amelyről eszükbe jutott, hogy évek óta kergetnek egy vérszívó szatírt, aki ilyenben tevékenykedik, akit a sajtó a lódenes vámpírként szokott emlegetni. Találtak parókákat és egyéb álszőröket, színes kontaktlencséket. Összehasonlították Piazza új lenyomatait a nő lakásán annak idején gyűjtöttekkel, és az is stimmelt. Kiadták a körözést a szenátor ellen. Nem maga az, Barrett. Sajnálom, hogy csalódást okoztam, Hanna. Jelenleg a társküldőszolgálat számítógépében kotorásznak, de még nem jutottak semmire, mert a pasas tavaly is álnevet használt, és ha idén meg akarta ismételni a játékát, akkor nyilván megint fals néven jelentkezett be. Csak nem bizonyosra veszik, hogy újfent kiközvetítette magát, és valahol éppen gyötri áldozatát. Lehet, hogy a zsaruk végig látogatják a szolgálat ügyfeleit. Jeremy a fejét rázta. Nem hiszem el, Piazza nem lehet szatír, az az atléta termetű remek kiállású úr, az a kitűnő golfjátékos, hiszen önként omlanak alá a nők. Termet, kék szem stimmel, van az állán gödröcske? Praktizált Grant. Van, de nem feltűnő.
És a sminkel feldobja. Mi van, Barrett? Kérdezte élesen Tonya. Társalkodom. Nagyon jó társalgó, erősítette Hanna, és narancsszínű az aurája. Jeremy bekapcsolta a tévét, és mitált az ég a hírcsatornán, történetesen egész mással foglalkoztak, noha a szomszédos műfajból. Ölésről folyt a szó és a kép, rendetlen halomba hányt holtak hevertek saját vérükben, gránátrobbanástól csorba lépcsősort mutattak, roskat házakat, majd egy élő holt asszonyt füstölgő rommal a háttérben. Az idős nőt iszonyú vihar dúlta, széttárt karja és feje görcsösen reszkedett. Kapcsolt ki, kérte Jáspis. Akkor is megtörtént mindez, ha te nem akarsz tudni róla. De miért az én bűntudatomra pályáznak, amikor semmi közöm az egészhez? Informálnak téged, közölte Jeremy. Informálva vagyok, és... Most legalább tudod, milyen jó sorod van mellettem. Mindent lehet egy még hiperócskáphoz hasonlítani, és tényleg ahhoz képest egész jónak tetszik. Láthatod, hogy kizárólag luxus gondjaid vannak. Barrett megjegyezte. Jeremy, a maga felfogásod genezisében rossz. Köpök magára, meddig villogtatja még a mellizmait? Most, hogy felhívta rá a figyelmet, a jelenlévő női személyek behatóan megtekintették ama izmokat és környezetüket. Megállapították, hogy az eléjük tárt testfelület arányosan megmunkált, cseppet sem hivalkodó, méz arany szőrzettel bevont, esztétikus, miként a hosszú combok és az egyenes lábszárak is. Nem akar táncolni, ércelőzött Jeremy. De tegnap ilyenkor elterveztem, hogy felkérem Tonyét egy csürdöngölőre. Ekkor érkezett a felesége, azután jöttek sorban a többiek. Pszt! Ordította izgatottan Hanna. Magas, megnyerő külsejű férfi jelent meg a képernyőn. Tövisesre vágott barna haja, keskeny szemöldöke, sötét szeme, markáns vonalú orra és dús szája volt. Arról beszélt, hogy ezentúl a rendőrségnek komolyabban kell vennie a feladatát, mert aggasztóan hanyatlik a közbiztonság. Majd ugyanezt az embert számítógép segédletével átformázták, és az az alak lett belőle, aki tavaly ilyenkor 3 napig kínzott egy nőt annak lakásán. Azután nyilatkozott egy fodrászkellékeket árusító üzlet alkalmazottja, és megmutatta ama fürtös fekete parókát, amelynek mását nemrég adta el a karácsonyi jelmezbába készülő Piazza úrnak. Egy virágszalonos hölgy a kamera elé tartotta az orchideás csokrétát, amelyhez hasonlót kötött a szenátornak a minap, majd egy gonterhelt, ám de nyugalmat sugárzó atyarendőr kérte a nézőket, őrizzék meg a hidegvérüket, és semmiképpen sem próbálják feltartóztatni a szipolyt, ha találkoznak vele, mivel elektromos sokkolót tart magánál. Tonya a konyhapult sarkán álló vázában díszlő bokritára pillantott, majd elcsípte Barrett ugyanoda irányuló pillantását, és fel nem foghatta, miért ragyog fel a pasas arca. Mert az bizony minden drámai felhang ellentére felragyogott, kivirult. Szeretem Istent, nyilatkoztatta ki Grant. A lányhoz lépett, elkapta a kezét, csicsergős csókot nyomott rá, azután a fürdőszobába viharzott felöltözni. Itt akarsz ettől a pszichopatától, furcsálkodott Jeremy. Hamarabb rájönnék, ha kettesben maradhatnánk. Mint a rajtam múlnak, keltsétek fel a srácokat, és itt sem vagyunk. Mondd, mi történne, ha a srácok arra ébrednének, hogy az apjuk keltegeti őket csókokkal netán? Firtatta Tonya. Ha az ágyuk szélére ülnél és elhülyéskednél velük, remek kölykök, értelmesek, érzelmesek, ám mert egy kukot sem értenek belőletek, szűk csigaházba vették be magukat. Na te nekem ne tarts pszichiátriai székfoglalót, amikor kettőig se látsz. Hónapokig gubbasztottál étlen szomjan piszkosan a mosatlan közt, és a világon semmivel se lehetett felbirizgálni az érdeklődésedet. Problémáim voltak, megküzdöttem velük, és végül nem ők emésztettek el engem, hanem én dolgoztam fel őket. Közlöm beletek, hogy perfekt a látásom. Fogalmam sincs, hol hevernek a kontaktlencseim, arra sem emlékszem, mikor használtam őket utoljára. Ami engem illet, köszönöm, jól vagyok. Néhány apró kellemetlenséget leszámítva persze. Mint ez a fél idióta? Barrettre szélzó, Jeremy. Barrett, oké, mondta Hanna. Hát persze, mert narancsszínű az aurája, ez már valami. De mint a maga sem lett volna halálbiztos a dolgában. Ha jól emlékszem, körbe micsogyászta az izécskéjével. Különben gratulálok, Tonya, szépen összeválogatta a barátaidat. Nem igazán értem, hüledezett a lány. Miért rólam beszélünk, ha már egyszer itt vagy? Mert még mindig nem keltettétek fel a gyerekeket. Kúrjancs még kettőt, és fel lesznek keltve.
Nem ismerek rád, Jeremy, sóhajtotta megtörtem Mabel. Te mindig úgy tudtál viselkedni. Hát ez az, szólt Jáspics. Olyan átkozottul viselkedős, hogy nekem 20 év múltával még mindig nincs sejtésem arról, hogy voltak éppen kicsoda a férjem. Van valakid? Kérdezte az emlegetett. Senkim sincs, senkim. Nem azért fájlaltad magad csigolyáról csigolyára hónapokon keresztül, mert van valakid? Nem azért bosszantottál Bornét megjegyzésekkel? Nem azért festesz úgy időnként, mint egy eszelős, mert van valakit? Azért történhetett mindez, mert nincs senkim. Jáspis, ki nem mondta, hogy nem szeretsz? Jó, nem mondom ki, de ez mit sem változtat azon, hogy nem szeretlek. Kérlek, legyél a kedvesem. Na, nyögte Jáspis, megfeledkeztél a nagyképűségről. Most valami letaglózott, illet volna mondanod. Jeremy megragadta a nője kezét, és úgy festett, alig ha éri be ennyivel, rögveste lába elé borul, és csókjaival borítja a tojáshelyszín sejem hálóink szegélyét. Menjünk haza, beszéljünk meg mindent. Ez idáig mindannyian egyfolytában azt hajtogattuk, mit nem akarunk. Talán segíthetnénk egymásnak, ha mostantól arról beszélnénk, mit is akarunk ahelyett, amit nem. Nem tudnálak elveszíteni téged, kedvesem. Hónapok óta ezen rágódom, és rá kellett jönnem, nem bírnék élni nélküled. Eddig a munkád nélkül nem bírtál élni. Öregszem, úgy látszik. Bocsásd meg az ízetlen tréfát a karácsonyi ajándékkal. Azt nem lehet megbocsátani. Csak annyit tegyél meg a kérésemre ennyi év után, hogy hazajössz, és csukott ajtó mögött leülsz velem beszélgetni. Mindössze ennyit kérek. Lehet, hogy te tartalmatlannak érzed a kapcsolatunkat, de akkor is 1000 éve együtt vagyunk. Tiszteljük meg egymást végre egy őszinte beszélgetéssel. Jáspis a húgára, majd az anyjára pillantott. Ennyien rezgette feje. Ez nem az én férjem. Ki ez a kavallér? Hol a telefon? Hívnom kell a rendőrséget. Eltűnt a férjem. Megjegyzem, nem kár érte. Ez az egyén, aki Jeremynek adja ki magát, azzal bukott le, hogy ember számba vesz. Jeremynek én voltam a nő, aki mellette van. Légy ez a nő, aki velem él. Na, ez képes és lebesz a lábamról. Oké, Jeremy, menjünk haza, beszélgessünk, de tartanod kell attól, hogy én is őszinte leszek. Tegnap óta azt is tudom, mit akarok, és biztosra veszem, neked egyáltalán nem fognak tetszeni a terveim. Majd megbirkózom az ellenérzéseimmel. Nem nagyon hiszek abban, hogy hazamegyünk, kinyitjuk az ajtót, és azt látjuk majd, hogy ott ül a fotelban a happy end. Az utóbbi időben dermesztően megváltozott a viszonyunk. Úgy éreztem magam, mint egy rendkívül elfoglalt, korlátolt, zordon apával élnék egy fedél alatt, és nem egy társal. Egy apával, aki szigorú szemmel tart, lépten nyomon letol, felhívja a figyelmemet a helytelenkedéseimre, aki őrügyekre vadászik, hogy újra és újra jó ízűen belém kötessem. És ez először a libidómat ásta el piszok mélyre, aztán a lelkemet is porrá őrölte. Hazamegyek és beszélgetek veled, Jeremy, de nem hiszem, hogy miután szétszedtük és megmutattuk magunkat, a szívünk fenekén megleljük, elveszettnek itt szerelmünket. Ez nem olyan mesének ígérkezik, melynek a végén minden jóra fordul. Ennek a mesének csak end lehet a vége. Jáspis, ha így tudunk egymással beszélgetni, vagy még 2 órán át, már akkor is nyertünk valamit, mert ilyesmi még sosem fordult elő velünk. A házaspárok, ha elválnak, ezzel a vértelen közhellyel vigasztalják egymást, azért még barátok maradhatunk. Azt hiszem, kissé túlérett kormán jöttem rá, hogy hajdan, midőn tücsköt, bogarat, ásott kapát ígértünk egymásnak az oltár előtt, elegendő lett volna, ha sok malaszt helyett ennyit kérünk egymástól, legyél a barátom. És erre Pamela nyitotta rá a szememet, amikor tegnap a taxiba ülve ekként búcsúzott, nem vagyok a barátod. Mi meglett viselkedős felnőttek, kiktől nem idegen semmi, ami eszejátszó, álnok, hamis. Mi, akik már le se kapcsoljuk a suvickos üvegmosolyt, amiben nincs egy fia karát sem, bármeddig elmegyünk az őszintetlenségben, hova tovább már az orgazmust is szimuláljuk. Mi egész egyszerűen gyerekességnek tartjuk a malaszt helyettesítő mondatot, igaz? Na hát, ma hajnalban nem kevésnyi töprengés után arra döbbentem, bárha életem vezérmondata lett volna, csak is a méltó személynek mondva, de sosem restelve váltig. Legyél a barátom, Jáspis, hogy könnyű legyen nekünk a házasság. Adjon valaki egy kortyitalt, nyögte az ostromolt. Mivel senki sem mozdult, kiszolgálta magát. Jeremy tudomást sem vett a farmer gálában előbukkanó Barrettről,
rodgyantan ülő anyusáról, az ingával bóklászó Hannáról, a konyhában ténykedő tonya felől szádosó ételillatokról. Zsötemről se, de ő jó elbújt. Ugyancsak Pamela az, aki annyira oda van azért, hogy fogjon egy csokis makaó jégkrémet, kibontsa, tányéra tegye, és várakozó áhítattal üljön fölötte fél órát, míg nem úgy találja, most már jó lesz, megfőtt a fagyi. Ekkor a körmehegyével feltöri a csoki kérget, fogja a fa kanálkát, és leíratatlan élvezettel kimeregette a csíkosra olvat, édes krémet a páncélból, majd azt is elropogtatja, lenyalja a kanalat, és leújjong az arcáról, hogy ez az érzés földön túli. Szóval azt szeretném, ha hazamennénk, kiraknánk egy makaót a tányérra, és körülölnénk. Körülöljük a jégkrémet, beszélgetünk brutálisan őszintén, és ha majd egy óra múlva feltörjük a csokikérget, meglátjuk, mit találunk. Jeremy, hányszor rászóltál Pemre, hogy ne disznózzon már megint? Disznózzunk, Jáspis. Esztek valamit előtte? Informálódott Tonya a sparhát mellől. Az ember, ha túllép 40-en, egyre sűrűbben gondol hátrafelé, hogy hát milyen is volt az, amit eddig művelt. Pláne, ha az ember felesége elkezd furcsán viselkedni. Még az is felmerül, jó volt-e valamire az élete. Megnéztem magamat minden irányból, és halálra rémültem, amikor rájöttem, mennyi maskara lóg rajtam, és én sehol sem vagyok. Mondják rólam, udvarias, helyes, ügyes. Ám ezek nem jellemvonások, ennyiből nem jön össze maga az ember. Ki a rosszabb vagyok hát? Szeretnék megismerkedni veled is. Azt már unalomig tudom, milyen krémet, parfümöt használsz, de még sosem fordítottam meg a kezedben tartott könyvet, hogy lássam a címlapját, és arról sem vettem tudomást, mennyire ásítoztatónak találsz bizonyos társas összejöveteleket. Eltöltjük az életet, és az eltelik, de miért nem élünk is közben, miért tartjuk vissza magunkat? Mert a legeslegjobban önmagunktól félünk, mondta Tonya. Barrett megnyikkant. Én azért még magától is tartok egy kicsit. Nem tanácsolom neked, hogy becsüld meg Jeremyt, mondta Mabel meglepő halkan. Ám azt tanácsolom, hallgass meg őt, beszélgess vele, mert ha egy 40-es férfi, miután a korára döbben és feszegetni kezdte az életét, a feleségét kéri barátul, és nem ifjabb lányok nyomába ered, hát az gyanús. Abban gyanús, hogy szereti hitvesét. E tekintetben érezd magad megtisztelve. Honnan tudod te ezt, apa talán? Megöregedtünk többé-kevésbé együtt. Nekünk is voltak sárkányos korszakaink. Az öreg hétfejű és a matróna tűzokádó, jegyezte meg Tonya szeretettel. Üljetek asztalhoz, tükörtojást sütöttem, ha jól számolom 16-ot, sózni nem kell, mert telesírtam. Tarts velünk, Hanna! Mi ez a kénkőbűz? Nyifant Medari. Talán odakozmált egy lejtett könycsepp. Na hát, Tonya, most veszem észre, elengedted a vöröses szőke fickót. A szólított maga köré nézett. Nincs itt? Nincs. Nyugodjék békével. Jól vagytok? Kérdezte Jáspis. Köszönöm elhívást, rohanok haza. Nem szívesen hagytam egyedül pacákot, mert tegnap szörnyen rossz napja volt szegény fickónak. Fogalmam sincs. Mi idegesítette? Folyton csetteget, fittogott, ahogy idegennek szokott, de hát nem volt nálam senki kézzel fogható. És még Margaretnek is be kellett szólnom, hogy nézesse meg a macskáját, mert szerintem súlyos beteg a nyomrút, iszonyatosan csapzott, néhol egészen megfeketedett, máshol meg, mintha elhullott volna a szőre. Dögöljön meg, gondolta Zsötem, veled együtt rohadt boszorkány. Ettől megkönnyebbülten lázas töprengésbe merült, mit évő legyen. Először is innen el, emigrációba kell vonulnia. Álca, pénz, útlevél, repülőjegy, hamis. Ó, a fenébe! Hanna kiviharzott. Nyitva hagyom az ajtót, ott kiszellőzetek, de szerintem az sem ártana, ha feldobnál a karácsonyfára pár fizér fokhagymát, kiáltotta a küszöbről. Ki az a pacák? Kérdeztek Barrett. A papagája, tök jó madár, rengeteg jobbnál jobb szöveget tud, ám ha meditál, többnyire azt mondogatja, didáp, feleli Tonya. Na és mit jelent ez, didáp? Azt jelenti, didáp, olyasmi lehet, amivel maga szokott etetni engem, ha kérdezésködöm. Üd eszembe a kanapé alá nézhetek végre, Barrett. A kérdezett könnyedén vállat vont. Hál' Istennek igen, akár a pincébe is lemehet. Sötem tűnődött, mit ráncson elő, ha a nő a szeme közé pillant. Sokkert vagy slukkert? Utóbbi is mindig vele volt, ám sosem használta, arra az esetre tartogatta, ha netán zsaru akadna belé alkalmatlankor.
Hanna rohanvást visszajött, elfúló hangon szólott. Ha jók az idegeitek, de csak akkor pillancsatok ki az ablakon. Úgy festett, csupa épp testben, épp lélek egyénhez intézte szavait, mert mindannyian az ablakhoz tódultak. Odakint a peljes hóesésben gyászos fekete furgon kacsázott az úton, járdaszegélytől járdaszegélyig. A benne ülő pasasok élénken vitáztak, egymás kezéből kapdosták ki a kormányt. Amint 4-5 háznyira eltávolodtak, a vezető hátra menetbe kapcsolt, motorbőgetve visszatolatott, azután megint előre csúszkált. Szerintem halotthoz hívták őket, vélekedett Mabel. Na igen, anyuka, halottas kocsit ritkán hívnak lakodalomba, dünnyögte Jeremy. De hát ki halt meg, merengett Tonya. Úgy remlik, ők se tudják, mondta Hanna. Szerintem azért csörtetnek itt fel alá, mert arra számítanak, hogy behívják őket valahová. Hát ez rossz ómen, sóhajtotta a nagyi. Grant nem mukkant. A halott vivő kocsiban ülő kereténeket nézte. Puder vezetett, legalábbis többnyire, mivel ő ült a volán mögött. Mellette Nero, a háta mögül Proc korrigálta a kormányzó mozdulatait. Olyan ismerős nekem a sofőr, mondta Hanna. Él még? Kérdezte Tonya. Ha ti is látjátok, akkor igen. Na hát, meséltem neked, hogyan vettem új kocsit, illetve használtat. Betértem egy autókereskedésbe, kétszer körbesétáltam, kinéztem három szóba jöhető autót. Ezután egyenként tüzetesen szemügyre vettem őket az ingával. Jött a tulaj, elővette ám a színes szeruzáit, miszerint milyen remek kis járgány, meg nincs ezen egy karcolás se, jóformán ki sem mozdult a karásból. De én láttam ám, hogy egy csontvázül a kormánynál. Ho-ho, mondtam, ez a kocsi összetört totálkárosra a vezetővel együtt, csak nemrég, nem kell. Na, a következőhöz léptem. A kereskedő megint kápráztatni próbált, és ekkor megláttam egy apró, ám egyre terebélyesedő vérfoltot a hátsó ülésen. Sikolyokat hallottam, késpenge villogott. Na, szóltam, ez se viszem el, ebben meg összekaszaboltak egy nőt, kell a fenének. Aztán a harmadikat megvettem. A tulaj piszkosul betegette a kereszteket, amikor elhúztam a géppel. Vagy 10 kilométert vezettem, már az autópályán jártam, mikor érzem ám, hogy valaki ádázul tapossa a gázt. Több se kellett, erőnek erejével lefékeztem, kikanyarodtam az út szélére, elővettem az ingát és kipucoltam vele az előző gazda rossz szellemét, ne gyors hajtson itt nekem még egyszer. Aztán még a kárpitot is ki kellett tisztítanom az ingával, mert tele volt nemizési nyomokkal. Azóta semmi gond nincs a kis csotrival. Elképesztő, dünnyögte Grant az ajkát rágva, a furgon megest eltolatott az ablak előtt. Tudom már, kapott a fejéhez Metahari. Az a pacák vitte el a telefonomat, aki vezet. Felmosórony színű és kénkőbűzös az aurája. Tényleg, nálam is ő járt, suttogta Tonya. És az a szivarul mellette, aki aztán rendőrileg lépett fel a pincémben. De mit keres egy szerelő meg egy zsaru a halottas kocsiban? Talán őzik a változatosságot, mondta Jáspis. De hát csúszik az út, szörnyölködött Mabel. Ekkor egy türelmetlenül dudáló taxi gördült el a furgon mellett, a ház elé kanyarodott és megállt. Kinyílt a hátsó ajtó, magas, kissé hajlott hátú idős férfi kászálódott elő mögüle. A közeledő halott szállított nézte. A nagyi az ablakpárkányba kapaszkodva előrehajolt, orra az üveghez ért, és párafoltot kerekített rajta. Jaj, Walter, erre gyere, erre! El ne menj velük, vigyázz, nehogy elüssenek! Hiszen ez apuka, csodálkozott Jeremy, ő csak most jön? Újabb készkérés várható, mondta Tonya, teszek még egy terítéket. És még hármat, szólt le Jockey az emeletről, mi is jövünk. Mabel igazított a haján, elhelyezkedett a kanapén, keresztbe vetette a lábait, és elzordonította a tekintetét.